Sziasztok! Rendeltem eBay-ről az utóbbi időben pár dolgot, és őszintén szólva, már múlt héten megpróbáltam felvenni ezt a videót, és ugyanezzel a felvezető szöveggel gondoltam, hogy most érkeztek meg az utolsó darabok, úgyhogy felveszem ezt a videót, és nem sikerült felvennem, mert belenyávogtak a macskák. Ugyanez ment 3-4 órán keresztül. Aztán meguntam, és másnap kaptam egy értesítőt, és egy ilyen pofidagi borítékvárt, ugyanis egyszerre, tehát egy eladótól szeretek rendelni dolgokat, hogy ne különböző helyekről kelljen várni, ne legyen egy csomó csomagolás, így is épp elég baj, messziről érkezik, stb. Na mindegy, szóval így ciklikusan szoktunk rendelni, úgy vettem észre, kb. Így, nem tudom, fél évente, néha eszünkbe jut, előtte listákat készítünk, és akkor ami még aktuális róla, akkor azokat megrendeljük. Na és most eljutottunk oda, hogy ezek ténylegesen megérkeztek. Sotper kb. Mennyiségre megvolt, úgyhogy nem is néztem meg, gondoltam, hogy majd a videó felvétele után értékelgetem eBay-en az eladókat, hogy a termékek milyenek voltak. Szóval ezt benéztem? Majdnem. De szerencsére megoldódott a dolog, úgyhogy itt van minden. Nem csak ezeket rendeltük, tavaly rendeltünk több technikai dolgot is, amiket most nem fogok megmutatni. Ilyenekre gondoljatok, szeretőszék. Szóval ilyenekre gondoljatok, mint ilyen drill, fúró, csiszoló fejekkel, akkor egy XXL-es macskabútor, gitárhoz alkatrészek, amiből meg is érkezett minden, és szuper volt, és Gábor össze is rakta a gitárt, és felhangolta, és a húrok ketté törték a gitárnak az egyik alkatrészét, ugyanis egy nagyon régi gitárról volt szó, úgyhogy ezt a projektet azt hiszem későbbre halasztjuk. A lényeg az, hogy most azokat a dolgokat fogjátok látni, amik ilyen lakberendezés és kreatív jellegűek, ugyanis kitaláltam már jó néhány hónapja, hogy szeretnék nekiállni scrapbookingolni, vagy scrapbookot készíteni, nem tudom, hogy magyarul ez hogy hangzik. Pinteresten szoktam nézegetni. Alapvetően nem ezt a témát, csak így belefutottam, és ilyen mindenféle kreatív naplózási ötleteket találtam, és arra gondoltam, hogy én is szeretnék ilyen módon tevékenykedni. Úgyhogy ehhez rendeltem dolgokat, meg magam is készítettem, meg gyűjtögettem, de nyilván azok most nem lesznek itt. A leírásban fogtok találni egy linket egy blogposzthoz, ahol minden külön le van fotózva, linkeket hagytam az adott terméknek az eBay-es adatlapjára, hogy pontosan honnan rendeltem, és a videó alatt is valamelyik sarokban, meg ott is fel fogom tüntetni, hogy akkor pont mennyibe került ez az adott dolog, ami éppen bemutatásra kerül. Szokás szerint tematikusan fogunk haladni, tehát körülbelül egy témájú dolgokat egyszerre fogom megmutatni, hogy legyen valami felépítése és váza az egésznek, ne csak ilyen teljesen össze-vissza random módon zajlódjon az egész. Én is azt szeretem, amikor mások videóit nézem, hogyha valamiféle elv szerint történnek a dolgok, úgyhogy így is igyekszek csinálni. Ami totál nem ide tartozik, de most érkezett meg, úgyhogy akkor ezt első körben meg is mutatnám. Bocsi, nyikorgásért a székem egy kicsit nem szeret. Az első D-Groups album, és annyira nevetségesen olcsó volt, hogy muszáj volt megvennem, de postaköltséggel együtt volt valami ilyen, nem tudom, 1000 forint, úgyhogy úgy éreztem, hogy ezt muszáj. Hát a borítója sajnos repetten érkezett, nem tudom, hogy alapvetően repet volt-e, ugyanis nem volt hozzá fotó, úgy gondoltam, hogy ennyiért bevállalom, és igazából az a lényeg, hogy maga a CD ne legyen sérült és karcos, meg hát ugye a bukletet szerettem volna, hogyha épségben megérkezik, és ez teljesen korrekt módon meg is jött, a CD is abszolút jó, a jaj, te jó Isten, még épségben van, hála az égnek, de úgy néz ki, hogy nagyon kell vigyáznom rá, hogyha nem is tudom, melyik országba érkezett, ha onnantól ideig kibírta, akkor talán jó lenne, hogyha nem az én kezem által törneli pityár, vagy ilyesmi. Szegény, ezt most el is rakom. Szóval, mivel ez volt az első, ami kazettán megvolt a D-Crustól, nagyon szerettem volna, hogy a CD-n is megvan, és most megvan, és nagyon örülök neki, mert már évek óta nézegettem, de igazából szükségem nem volt rá, mivel mindent elektronikusan digitálisan hallgatok, ugye, és ezek a CD-k, meg ezek a fizikai példányok, ugye, mint mondtam korábban, inkább ilyen jelképesek. Mint valódi zenehallgatási eszközök, azért már jócskán túl vagyunk azon az időszakon, amikor ténylegesen hurcolni kellett magammal a CD lejátszót és a Walkman-t, úgyhogy ennek most itt inkább eszmei értéke van, mint tényleges gyakorlati haszna. Ez egy ilyen egyedi alkalom volt, egyetlen egy darab volt belőle, ugye másodkézből használt példány, úgyhogy nem nagyon tudom nektek ajánlani, mivel nincs mit sajnos, szóval mindegy, azért az örömmet azt megosztottam veletek.
Na most akkor lássuk a valójában témához tartozó cuccokat. Na, és miután kameraszöget váltottunk, hogy jobban lássátok, párnahúzatokat rendeltem többet, ugyanis nincsen értelmes kis párnahúzatunk, és gondoltam, hogy egy eBay-ről megoldom. Mindegyik 1000 forint alatt volt. Van, amelyikre azt mondom, hogy tök oké, van, amelyikre azt, hogy hát inkább nem kellett volna. Ez például pont oké. Ilyen asztrológiai jellegű, illetve macskás témák dolgokat választottam. Van, amelyik egészen jó minőségű, de van, amelyik hát eléggé ócska. És nem vettem volna meg, hogyha mondjuk láttam volna élőben. Például ez elég jó, egy ilyen kellemes tapintású, pamutos jellegű anyaga van, tehát nem az az undorító, ócska, sikos nylon, hanem tényleg egy olyan, amire az ember szívesen teszi rá a fejét, vagy érinti hozzá a bőrét. Tudom, hogy a diszpárnák nem arra valóak, hogy az emberek rajta feküdjenek, vagy aludjanak, de hát mi azért szoktunk. Ez például kifejezetten nem tetszik. A mintája oké, de nem gondoltam, hogy ilyen furcsa lilás színe lesz, és igazából nem tudom, hogy hova tegyem az egészet. A túloldala ennek is fehér, az előzőnek is, azt nem mondtam. Az anyaga a másiknak jobb volt, ennek egy kicsit nylonosabb. Így ebben a színvilágban nem vettem volna meg. Illetve látjátok, nem egy extra minőség, tehát ez a sikos, nylonos. Még ez a felülete még viszonylag rendben van, de a hátulja tudjátok, az a rossz, ami olyan sikos, nylonos az egész. Nem is tudom másképp mondani, nem vagyok egy nagy szakértő, az igazi poliészter. Sima, egyszerű, fekete kis párnahozat, nem egy extra, nem vészes, teljesen korrekt. Jönnek a cicák? Volt egy ilyen macskánk, és majdnem teljesen így nézett ki, tehát a nyakrésze is, a hasa is ilyen fehér volt, a lábai is ilyen mintázatúak voltak, és ráadásul könyveken ül, úgyhogy gondoltam, hogy ez aranyos lenne. Ami a probléma vele, hogy pontosan olyan anyagú, mintha egy ilyen krumplis zsák lenne, és ez nem túl kellemes. Nem számítottam erre. A fotó alapján gondoltam, hogy nem az a puha pamut vagy ilyesmi, de nem egészen erre számítottam, inkább valami bevásárló szatyornak az anyagaként tudom elképzelni, de ahhoz meg, nem tudom, sajnálnám átalakítani, ráadásul az alján van a cipzer, mert ha tetején lenne a cipzer, tök jó lenne, mert varnék rá egy pántot, és készen van a táska, de így meg fejjel lefelé lenne a minta rajta, és az olyan, na mindegy, ki agyalom még, hogy mi legyen ezzel, de így ebben a formában nem annyira jön be. De azért a minta aranyos. Ennek is tetszett a mintája, sajnos élőben pixeles, és nem tudom, hogy mennyire tudom kamerán keresztül megmutatni, de olyan, mint amikor egy nagyon pici képet nyomtattok ki nagyban, és így szétpixelesedik, szétugrik, szétkockásodik az egész, és még ha ez nem is lenne elég, nagyon nem szépen vannak eldolgozva a szélek, tehát mindenhol kikandikálnak belőle a szálak, és ez tipikusan az a dolog, amire ha ránéz az ember, akkor az ugrik be, hogy se a kivitelezés nem szép, se a dizájnja nem lett jó, és ez gyakorlatilag az energiának, az alapanyagnak, a mindennek a teljesen 100%-os elpocsékolása, mivel ebből lehetett volna valami szép is, és mégse lett, és szerintem ez tök szomorú. Úgyhogy majd rá fogok pillantani a stockfotóra, átgondolom, hogy írjak-e az eladónak, de nem tartom kizártnak, hogy ezt a mondjuk 5 cm-szer 5 cm-s stockfotót húzták szét erre a párnára, és azért néz ki úgy, ahogy mindegy, igazából nem pofogok rajta, mert jobb nem lesz, meggondolom, hogy kérjek-e pénzvisszatérítést, vagy legalábbis valami részleges megoldást, mert nem tudom, hogy ezt szívesen látnám-e az ágyunkon. Vagy ha nem, akkor mivé tudnám átalakítani, aminek viszont használható. Ez egy cicás megoldás, egy kicsit enyhén zöldes árnyalata van magának ennek a sötétnek is, tehát nem ilyen kékes, mint a kamerán, ahogy látjátok, hanem inkább ilyen zöldes-barnásabb, és ezek is kicsit nagyon enyhén ilyen libafos zöld színűek, nem tudom, bocsánat, hogy milyennek a helyes megnevezése, de el tudjátok képzelni. A lényeg az, hogy ez aranyos, tök jó puha, kellemes tapintása, minta sincsen szétcsúszva rajta, aranyos, teljesen korrekt, bár az összes ilyen lett volna. Túloldal fehér. Ez egy teljesen egyszerű fehér szürke barokkos mintás kis párnahozat, teljesen korrekt, azt leszámítva, hogy a varrásnak az eldolgozását itt se vitték túlzásba. De mindegy, majd megoldom, legalább a minta szép rajta,
illetve az anyag sem vészes, úgyhogy ezt fogom tudni használni. Úgy gondoltam, hogy nagyjából a világosakat a világosakkal, a sötétebbeket a sötétebbekkel húzom föl, mert mondjuk azzal nem tudom, mit kezdek, hogy ennek a holdasnaposnak, meg ennek a cicásnak nagyjából egy árnyalatúnak kéne lennie, de mindegy, tudjuk, hogy a feketének is hány árnyalata van. Kopott már ilyenre is pólom, meg ilyenre is. Gondolom nektek is. Ez fotón annyira szép volt, és korábban nem voltam oda ezekért az ilyen jellegű mintás dolgokért, meg a márvány mintás dolgokért, de ugye az utóbbi egy-két évben megtetszett, azért is lettek itt például márvány mintások ugye a dolgok, meg minden, és ez itt szépen csillogóan, aranyszínűen futott volna végig, és egy borzasztóan pixeles, kamerán keresztül még csak nem is látszik annyira, de egy iszonyatosan pixeles, nem is tudok erre mit mondani. Na mindegy. Szóval egy nem szép megoldású kis pernahúzatot kaptam, és nagyon el voltam szontyolodva, és fel voltam háborodva, mert ez a fotón egyáltalán nem így nézett ki, úgyhogy ennek ügyében mindenféleképpen fogok írni, mivel a fotón egy ilyen tök szép, ilyen abszolút elhatárolható, és nem egybemosott mintázattal rendelkező kis párnahúzatot lehetett látni. Itt ez a része sem sárgás volt, hanem aranyszínű és ilyen enyhén csillogó. Én azt hittem, hogy itt valami ráragasztott mintázat lesz, vagy ilyesmi. Tudom, hogy ennyi pénzért nem kell csodát várni, de ez megint csak az, hogy ahogy ez kinéz, ez elpazarolt energia és alapanyag, és utálom ezt, komolyan. Amúgy a párnákat még nem mostam ki, úgyhogy nem tudom elképzelni, hogy vajon lesz-e még mintájuk, miután kiveszem őket a mosógépből, majd a blogbejegyzésben update-elem a dolgokat. Rendeltem 3 darab nyakpántot, ez a holdas az első, aminek a kidolgozása borzasztóan kritikán aluli, ugyanis gyakorlatilag maga kivitelezés is elég csúnya, olyan, mint a szét lenne folyva az egész, és így nem olyan alakja van szerintem, mint amilyennek lennie kéne, és az egész ilyen úrcska kis öntvény, és tudom, hogy ennyi pénzért mit várhat az ember, de van, amikor annyira szép és annyira igényes dolgot kapunk pár száz forintért is, és van, amikor ilyet, és amikor ilyen érkezik, akkor mindig úgy el tudok szongyolódni. És még az a szerencse, hogy rendeltük ezeket a drill készülékeket, és ezzel le tudom majd csiszolni, mert ugye fémet is lehet vele csiszolni, és akkor talán majd valahogy ki fog nézni, de ez így nekem nagyon nem tetszik, és nagyon-nagyon sajnálom. Na itt van kb. A fókusz. Szóval ami a bajom, hogy maga a formája valahogy nem olyan, mint amilyennek elképzeltem, meg nem olyan, mint amilyen a fotókon volt. Az egész egy ilyen, nem tudom, olyan, mint egy ilyen darab kis bádog lenne, vagy nem tudom is. Nem olyan, mint amire azt tudom mondani, hogy jó érzéssel tudnám a nyakamon viselni, pedig maga az elképzelés szerintem elég szuper. Szóval egy kicsit farigcsálok rajta, azt hiszem, aztán akkor majd visszatérek a dologra. Mit csinálsz? Fel akarsz oda ugrani? Meg fölrakom, akkor meg lejön. Hát valahogy nem. Mi erre számítottam. Még tűnődök kicsit a dolgon, de hát nem tudom. Lehet, hogy fel kell dobnom valamivel. A második ez a szegecses nyakörv, és én nekem soha nem volt eddig érdemben szegecses nyakörvem, úgyhogy ez az első saját szegecses nyakörvem. Most azon gondolkodok, hogy mintha anno valamelyik exem nyakörvét egyszer viseltem volna, vagy valami hasonló, de igazából már nincsenek konkrét emlékeim a dologról, úgyhogy arra gondoltam, hogy most akkor épp itt az ideje, hogy beszerezzek egyet, nem tudom, hogy mennyit fogom hordani. Mivel korábban nem nagyon viseltem ilyesmit, ezért nyilvánvalóan nem volt az öltözködésem része, meglátom, hogy majd hogyan tudom beleilleszteni, vagy bele tudom-e illeszteni egyáltalán, mennyire passzol hozzám, kíváncsiságból megvettem, aztán, hogyha nagyon nem leszünk egymás barátai, akkor búcsúzunk, más meg biztos örülni fog neki. Na azért ez egy pár fokkal jobb. Lehet, hogy az előző stílusban kevésbé passzol hozzám, vagy nem tudom. De ez rendben van, nem csatoltam össze hátul, mert nem vagyok benn biztos, hogy ki tudom csatolni aztán. Ha igen, ez rendben van, ez tetszik. Szuper. Aztán a harmadik egy ilyen sima, teljesen egyszerű csatos nyakpánt. Nagyon régóta szerettem volna ilyet, mert ezek nagyon tetszenek.
Szóval úgy döntöttem, hogy akkor most ezt is megrendelem. Nagyjából elégedett vagyok vele. Ez is teljesen korrekt, csak majd ki kell találnom, hogy milyen felsővel viselem, mivel összenyomja a nyakamat olyan tekintetben, hogy rövidebbnek tűnik tőle. Az előbb oda csíptem a bőrömet vele. Az az igazság, hogy maradt itt némi tetemes mennyiségű bőr a fogyás után, és nem csak itt, hanem máshol is. És nagyon kell rá figyelni, nehogy szegény oda gyűrődjön valahova. Na mindegy, szóval ez jó, csak majd figyelni kell, hogy előnyös tudjon maradni. De szerintem ez oké. Ja. Következő öltözködéses témakör. Kezdjük! És ezek annyira tetszenek. Ilyen szaggatott és ilyen eltetsző hálós jellegű anyagon van rajta ez a ruhanyag, vagy nekem teljesen ugyanilyen anyagú rendes felsőm, egy garbom, csak attól azt hiszem, hogy megszabadultam, mert úgy kaptam ajándékba, és nem akartam megtartani. Minden esetre ez nagyon tetszik, és nagyon szeretem. És már alig várom, hogy olyan idő legyen, hogy lehessen viselni, hát nyilván ilyenkor télen én is inkább nagy kabátot hordok, meg harisnyát, aranadrág alatt, meg ilyesmi, és nem pedig ilyen érdekesebb cuccokat. Szóval ezt merem ajánlani, ezt tetszik. Hát vannak ilyen furcsaságok rajta, nyilván ezt javítom majd, de ezt leszámítva stílusosan rongyos. Van itt még ilyen fura arcmaszk, amit futáshoz rendeltem, de nem vagyok benne biztos, hogy futáshoz használni fogom. Vagy valami extra ninja fotózáshoz, nem tudom, mert olyan fura. És a fotó nem tűnt ilyen furának, majd mindjárt látni fogjátok. Mindegy, nem bánom, hogy megrendeltem, de nem voltam felkészülve arra, hogy ez ilyen. Hogy őszinte legyek, inkább érzem valami furcsa fétis partinak a résztvevőjeként ebben a maszkban, mint ninjának, pedig ninja néven futott a leírás. Úgyhogy azt hiszem, lépjük is tovább. Illetve ehhez tartozó ilyen fülre akasztható arcmaszk, ugyanis gondolkozunk egy fotózáson, amihez majd lehet, hogy jól jön. És elég különös ilyen fura anyagból van, ilyen hálós valamilyen, belül meg ilyen pamutszerű. Hát nem tudom. Valahogy egy kamerán keresztül még furább, mint tükörben volt. De a Gáboron is elég érdekesen áll, úgyhogy... Igazából nem vészes, csak fura, hogy nem pamutból van. Olyan, mint hogyha egy lefele fordított fél melltartó lenne rajtam. Így. És ha leveszem, akkor nem látok semmit. Ez így jó? Na mindegy, majd visszatérünk a dologra. Utolsó ruhadarab jellegű dolog, ez egy fátyol, amit mindjárt megmutatok felvéve, mert így nem mutat sehogy, és szerintem nem is így kéne mutatnom. Minden esetre egy teljesen egyszerű tül, a végén szatén, szalagszerűvel van így leszegve, és van rajta egy kis fésű, amivel a hajba lehet rögzíteni. Amikor kibontottam, nem voltam elragadtatva, de igazából a fotón is ilyesmi, úgyhogy egy rossz szalom se lehet. Nem tudom, hogy ezt a fátlat hogyan kéne alkalmazni pontosan. Fordítsuk meg. Ne szokták fedni a monyasszonynak a szerfázatát. Jó. Lehet, hogy feketében kellett volna inkább rendelni, de erős fantáziát látok a dologban. Úgyhogy már alig várom, hogy vagy leessen a hó. Igaz, megfogadtam 2 éve, hogy soha többet nem megyek télen fotózni, mert befagy az embernek az összes vika. És nagyon-nagyon megfogadtam, hogy soha többet. Úgy képzeljétek el, hogy az ekkora hatalmas nagy tőszoknya alá fölvettem a vastag nadrágot és harisnyát, és még úgyis iszonyatosan fáztam. Mindegy, mindenkinek őszinte elismerésem, aki télen megy fotózni, főleg azoknak, akik nagyon lenge öltözetben, mert tudom milyen érzés. Na mindegy, szóval vagy ha nagyon-nagyon-nagyon havas idő lesz, vagy ha már szép idő lesz, és valami tavaszi megoldásra. Ez tök jó. Tök jó.
Na, ennek nagyon örök. Amilyen bóvlinak is ócskának találtam az elején, most annyira nagyon örülök neki. Nagyon klassz. Megpróbálom a fény felett tartani, és akkor talán jó lesz. Nos, vettem néhány kitűzőt, ez például a Dorian Gray könyvből való, hogyha jól emlékszem. Szeretnék csinálni egy ilyen falat, ahol felrakom a kitűzőimet, és akkor onnan csak le tudom szedni éppen bármelyikhez támad aznap kedvem. Ez a Frankenstein című könyvből egy idézet, ez nagyon tetszik, nagyon szeretem ezt, lehet, hogy ki is fogom nyomtatni, és így felragasztani a falra, vagy ilyesmi. És ezen ügyködnék, szegény kitűzőim bent vannak a fiókban, amíg ugye nincsenek használva, és arra gondoltam, hogy ne szomorkodjanak ott benn, mert most már kezdenek egy ilyen tetemesebb méretet ölteni, hogy akkor addig is legalább díszítenék a szobát, meggyönyörködnénk benne, meg ilyesmi, és akkor nem lennének eldugva, és addig is, hát lenne némi hasznuk, ugye, amíg a konkrét céljukat nem teljesítik. Egyébként rengeteg jó kitűző van eBay-en, ilyen 200-300 forint között érdemes megnézni. Lehet, hogy majd csinálok belőlük egy blogposztot, sőt biztos. Azért is jó nekem ez a, hát ezek a wishlist blogposztok, mivel oda gyűjtögetem, hogy mik tetszenek, és akkor nem elmentem őket mondjuk megfigyelés alá, vagy nem belehúzom őket egy mappába, vagy nem letöltögetem őket, hanem csak egy blogposztot csinálok belőlük, és hogyha a későbbiekben gondolok valamire, és akkor elég nekem is csak rákattintanom, ránéznem, és ha akarom, akkor megrendelem, vagy csak ha valamit meg akarok nézni, akkor onnan vissza tudom keresni, és sokkal egyszerűbb, mint hogyha így ugye telefont is használok, néha párom telefonját is, számítógépet is, össze-vissza van minden lementegetve, könyvjelzők sincsenek mindig teljesen rendben tartva, úgyhogy nekem ez így tök praktikus. Aztán rendeltünk egy ilyen csodálatos nyakláncot is, ezt Gábornak fotózáshoz, és nagyon ócska minőségben érkezett meg, úgyhogy majd lehet, hogy lefújjuk feketére, és akkor majd valamivel gusztusosabban fog kinézni. Ez az igazi ócska öntvény szegény. Nyilván valószínű, hogy valami nagyobb márkának a koppintása lehet, nem tudom. Azért ez egy eléggé gyakori motivum, úgyhogy nem mernék rá megesküdni. Minden esetre nem a legjobb minőségű, és nem olyasmi, amit napi szinten hajlandó lennék hordani. Hát már csak ugye a témájából kifolyólag sem, mivel nem annyira áll közel hozzám a dolog, illetőleg nem néz ki úgy, hogy azt tudnám mondani, hogy szívesen viselném. Tehát nem, nincs olyan minőségű, hogy én ezt szívesen viseljem. Aztán valami tök más kitaláljátok. Mi ez? Na, téteket megtenni. 3, 2, 1. Szóval vettünk tavasszal, vagy nyáron, inkább nyár volt már akkor egy rollert, és sok helyre rollerrel járok, és ez ilyen fényvisszaverős bizbasz, tudjátok, amit általános alsóban szoktak osztogatni, csak narancssárga, meg ilyen sima sárga, citromsárga színben, és hogyha rárakjátok mondjuk ott a karotokra, vagy a táskátokra, akkor hogyha rátok villant az autó, akkor látszotok, ez pedig pontosan ugyanaz, csak ilyen szalagban, amit én majd tök jól rá fogok tekercselni a rolleremnek az elejére, ugyanis sötétedés után félelmetes rollerre járni. Nem elég, hogy lefagy az út, amikor hideg van, ugye most télen, és kb. Olyan, mint hogyha valamilyen műanyag lenne a kerék, és nem is gumi, és így az ember kb. Félti az életét, hogy nehogy átanyáljon valahol, de mivel nagyon hamar lemegy a nap, tök sok helyen nincs is közvilágítás, nagyon oda kell figyelni, hogy nehogy véletlenül valaki elüssön, mert nem látszódunk. Azt, hogy hogyan tudok lámpát felszerelni a járgányomra, azt még nem találtam ki. Minden esetre a semminél azért jobbak ezek a fényvisszaverő csíkok, és olcsóbbak is eBay-ről, tehát kb. Ilyen negyed annyiba kerülnek, mint itthon, csak hogy győzze kiverni az ember. Kreatív célra vettem ilyen holdacskákat, akkor ilyen makkos leveles dolgokat, illetve ami nagyon tetszik, mert élőben is ugyanolyan jó, mint fotókon, ez az a holdas megoldás. Mindenféle ilyen színes kis holdas műtyűrök vannak, és ez annyira tetszik. Ilyen cicások is vannak köztük, és olyan szépen fénylenek, és nem bénák, tehát nem került sokba, de olyan kis aranyos, jó pofa mind, és a kidolgozásokra se tudom azt mondani, hogy ócska lenne, tehát nincsenek egybefolyva a dolgok, nem csúnya, nem fakó, nincsenek rajta sérülések, végre valami, amire azt tudom mondani, hogy ez igen, ez tetszik, és ez tök jó, úgyhogy erre abszolút semmi rosszabb, ha nem lehet.
Vettünk festékpigmenteket, ezt egy fotózáshoz akarjuk majd szintén valamire felhasználni, és nagyon örülök, hogy megjöttek. Még ugyan be akarok szerezni néhány hozzávalót, de hogyha összejön, akkor tök látványos lesz, és tök érdekes lesz, és ti is látni fogjátok, mert nyilván a blogomra fel fogom majd tölteni az eredményt. Úgyhogy drukkoljatok, hogy minden hozzávalót sikerüljön beszerezni, és hogy ügyesek legyünk, és meg tudjuk csinálni. Vettem két hasonlóan nem teljesen egyforma sminkecsetet, leginkább nem vagyok valami nagy tudora ezeknek a dolgoknak. Amit kényelmesnek érzek használni, azt használom függetlenül attól, hogy az adott eszköz mire való. Szemöldökömet szeretem ezzel elkészíteni, legalábbis az ilyen fejűvel, mivel ilyen szép vékony vonalat is lehet vele húzni. Fogalmam sincs, hogy vajon arra való-e. Minden esetre nekem teljesen oké. Amivel nem vagyok teljesen megelégedve, az nem a szőrös része meglepő módon, mert az egészen puhának és rendben levőnek tűnik, vagy hát olyannak, amilyennek lennie kéne, tapintás sem rossz, ugye egyáltalán összességében nincs vele gond azon felül, hogy kicsomagoltam, és ragasztópisztolyra lesz szükség. Én nem értem. Na mindegy, megoldjuk. Inci-finci kis felakasztatós üvegcse, szerintem ez tök aranyos. Volt egy ilyen tök jó hűtőmágnesünk, ilyen teljesen jó, szép, matt anyagból készült hűtőmágnes. A cicának a farkát így fel lehet hajtani. Itt van egy másik mocska is. És ugye erre rá lehet rakni a kulcsot, és eléggé viszonylag jó súlyt elbír. És ezen tartottuk a kulcsokat ez ideig, és gondoltam, hogy rendelek még egyet, hogy egyéb dolgokat is fel lehessen rá akasztani. Például arra gondoltam, hogy mivel tényleg tök jó strapabíró, ezért pici kézi törölközőt akasztanék rá, és akkor a hűtő oldalán az lenne, és akkor lenne külön konyharuha ugye az edényeknek a pakolászására, meg lenne, amiben az ember a kezét törli, és akkor nyilván célzottabb lenne a dolog. Rendeltem még egyet. Na, szerintetek mi érkezett? Én ezt úgy benéztem. Megláttam, és így elfogott a röhögögös. Tehát ennek nem mozdítható a farka, ez csak így ennyi. És így megláttam, hogy kb. Ilyennek kéne lennie, hogy erre számítottam. Ugye a méretét meg se néztem, mert nem feltételeztem, hogy van ebből többféle is, ez abszolút az én hibám. Nagyon aranyos, meg minden, csak hát így nem erre számítottam. Ennek ellenére nyilván használni fogjuk a különféle kis üzenetek, meg egyebeknek a hűtőre való erősítésére, csak gondoltam, megmutatom, mindenféleképpen nézzétek meg alaposan, hogy mit rendeltek, akkor is, ha már rendeltetek olyasmit. Na, azt lássuk csak szépen sorba, rendeltem egy ilyen színeltmenetes radírt. Az utóbbi időben viszonylag sokat rajzolok grafittal, és úgyhogy először grafittal rajzolok, aztán utána zseléstollat használok, vagy ilyen tintástollat, és utána a vonalakat kiradírozom, és mindig elrakom a radírokat. Tehát, hogy így tisztában vagyok vele, hogy a szobában van legalább 3-4 radír, de hogy hol azt nem tudom. És van, amikor előkerülnek, és szépen ott ülnek a polcon, aztán minél többet rajzolgatok, annál kevesebb radír fordul elő a polcon. Nem tudom, miféle dolog ez, és meg vagyok róla győződve, hogy mindig visszarakom a helyére, a macskákat nem érdekli különösebben a dolog. Minden esetre arra gondoltam, hogy legyen még egy. Nyilván ezek nagyon lassan fogynak el, nem is tudom, mikor vettem utoljára egyébként. Van egy ilyen nagy kartondobozom tele írószerekkel, még abban is vannak ilyen ezerés. Nem lennék meglepve, ha még ilyen általános iskola alsós radírok is előfordulnának benne. Nem szoktam kidobni azokat a dolgokat, amik így használtak ugyan, de még abszolút működőképesek, esetleg szükség lehet rájuk, nyilván azért mindent már nem őrizgetek meg, elég alaposan felülvizsgáltam az utóbbi időben, hogy mi az, amit tényleg érdemes megőrizni, mi az, aminek mennie kell. Minden esetre ezt most gondoltam, megveszem. Hogy ez a macskástól hogy került a kosaramba, abban nem vagyok teljesen biztos. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy betelt a watchlistám eBay-en, és beleraktam a kosárba, hogy később még vissza tudjak rátérni. És amikor vettem egy csomó mindent, akkor átsiklottam fölötte. Ugyanis nem emlékszek arra, hogy megrendeltem volna, de arra emlékszek, hogy nézegettem, úgyhogy valószínű, hogy valami ilyesmi történt. Nagyon édes, de igazából nem lett volna rá szükségem, úgyhogy mindegy, ha már van, akkor nyilván használni fogom. Még kis harkincája is van. De hát na, vannak ilyen furcsa dolgok ezek szerint. Hoztam egy noteszt, hogy meg tudjam mutatni, hogy fog. Már is azt fogom írni, hogy cica-mica. Cica-mica. Rajzolok nektek szívecskét. No,
Minél merülegesebben áll a hegye, annál vastagabb és annál sötétebb lesz, hogyha oldalsó, tehát ilyen kisebb szöget zár be a hegye a papírral, akkor vékonyabb, és akkor jobban oda kell figyelni, mert hagyhat ilyen, hát ilyen üres karcos részeket, úgyhogy jó pofa egyébként. Szerintem fogom használni, mert elég kényelmes, kapja is elég tartós, nem potja le, csak nem egészen értem, hogy miért került hozzám. Na mindegy, ha már itt van, akkor használjuk. És azt nézem, hogy vajon cserélhető-e benne a betét, vagy valami. Szerintem ezt le lehet szedni, de lehet, hogy inkább még akarom használni jövőben, úgyhogy egyelőre még nem fogom tönkretenni majd, ha már úgyis mindegy lesz neki. Amiknek nagyon-nagyon örülök, és javaslom mindenkinek, aki szeret alkoholos filccel, zseléstollakkal rajzolni, az ezeknek a nagyon vékony hegyű filceknek a beszerzése, ugyanis hihetetlenül jóval könnyebb velük rajzolni, vagy ilyen kis apró részleteket firkálni, rajzolgatni, mint a sima zseléstollakkal. Én eddig sima, esetleg ki, teszkós, olcsó, gazdaságos zseléstollakat használtam. Nyilván nem vagyok művész, vagy ilyesmi, magam szórakoztatására, illetve az érzelmeim kifejezésére szoktam rajzolgatni, arra tökéletesen megteszi, de amikor először ezeket elkezdtem használni, egyszerűen úgy éreztem, hogy eddig, mintha bottal rajzolgattam volna a porba, tehát egy ilyen egész hatalmas nagy lépés volt ahhoz képest, ugyanis hát értelemszerűen egészen picike apró részleteket is lehet vele csinálni, és ugye a vastagabb hegyű filcekkel meg természetesen nem. Azt hiszem, hogy ilyesmi a Tesco-s is. Ja, ez egy ilyen sima, hát nem tudom, valami no-name márkának a szettjének egy darabja. Bocsássatok meg. Teljesen korrekt. Tehát, hogy abszolút másmilyen látszik, hogy nyilván ez a legvékonyabb, ez egyel vastagabb. Ez még vastagabb, ez meg a hagyományos filc, amit eddig, vagy a hagyományos zseléstoll, amit eddig használtam. És nagyon kis aprólékos részleteket lehet csinálni, és nem folyik úgy el, mint a Tesco gazdaságos zseléstoll. Úgyhogy még ezeket a legolcsóbb IBS 1-200 forintos cuccokat is szerintem érdemes kipróbálni, hogyha ilyesmire vágytok, és nincs pénzetek drágább, minőségibb cuccokra, mert még így is előrelépés a sima zseléstollakhoz képest. És akkor elérkeztünk ahhoz, ami a legjobban izgatja az én fantáziámat, ugyanis beszéltem ugye arról, hogy scrapbookingolni szeretnék elkezdeni, és ahhoz rendeltem mindenféle ilyen dolgokat, matricákat, meg egyebeket. Ami kevésbé ide illik, de azért ide is illik, ezek a kis, hát ez a post-it pad, még ilyen kis jelölő, vagy ezt is lehet post-itként használni. Ebből már használtam egyéb célra, ilyen naplóba ragasztottam be dalszövegrészleteket, meg ilyesmit. Szép, abszolút azt mondom, hogy megéri az árát, igényes, jó minőségű. Macska szőr is van rajta, de az már itthon került rá, úgyhogy ha ti rendelitek, akkor nyilván remélhetőleg nem lesz rajta. Na mindegy, szóval ezeknek örülök. Magyarországon nem nagyon láttam ilyeneket. Lehet, hogy én nem voltam elég szemfüles, figyelmes, de szerintem megéri ezeket rendelni, és ha úgy van, akkor tényleg inkább egy eladótól több mindent, mert akik ilyeneket árulnak, azok rengetegféle ilyesmit árulnak, és tök jó, hogyha összeválogat az ember egy csomó mindent, és akkor egyszerre megérkezik, és nem kell így egyesével válogatni, mazsolázgatni, meg minden. Már az is igaz, hogy van egy csomó olyan érdekes matrica, meg ilyen kiegészítő, amit így egy-egy kisebb eladótól lehet megvenni, meg ugye nagyon sok ilyen van például az ilyen kézműves oldalakon, mint az Etsy, meg ezek, ugye ahol saját maguk emberek, tehát nyilván az is emberek csinálják, de hogy ilyen egyedi, kreatív, nem tudom, kisvállalkozónak, vagy nem tudom, hogy minek lehetne magyarul mondani, akik ilyen, hát kifejezetten ezzel foglalkoznak, hogy ilyen printeket csinálnak, meg mindenfélét, és akkor ugye ezt adják el. Na, aztán ilyen kamerásokat vettem. Például ezekkel az a bajom, hogy
hogy sok olyan szett van, amiből több darab tetszik, de tudom, hogy egy csomót nem fogok felhasználni, vagy nem tudok felhasználni, mert nem olyan hangulatú, vagy nem olyan színvilágú, ami az én scrapbookomba beleillene, vagy ami az én adott kifejezni kívánt, nem tudom, milyen kollázsomba belepasszolna. Például ezt a színes, vagy ezt a színes darabot nem tudom hirtelen elképzelni, mivel tudnám belerakni. Vagy mondjuk ezt a rózsaszínt, ez valahogy nagyon nem, vagy ez a nagyon színes. Lehet, hogy vannak ilyen közösségek, ahol lehet ezeket tovább ajándékozni, vagy cserélgetni, ennek még nem néztem utána, annyira még nem vagyok benne. Egyelőre csak tervezgetek, egyelőre csak ötleteket gyűjtök, egyelőre csak rakosgatom a kisfiókomba az ilyen jellegű dolgokat. Idén regondoltam, hogy nekiállok, úgyhogy tulajdonképpen ha letudtam azokat a dolgokat, amikkel mindenképpen szeretnék most végezni, többek között ez a videó is, akkor azt hiszem, hogy neki is állok majd. Majd később erről is szeretnék videót készíteni, de hát előbb kell, hogy legyen miről készítsek videót, szóval előbb neki kell állnom. Matricákat rendeltem, ez macskás tulajdonképpen. Cicás lett az ez évi naptáram, úgyhogy, vagy határidőnaplom, úgyhogy ebben is vannak matricák, meg aztán ezek is akkor bele fognak illeni, szóval meglátom, hogy pontosan hova fog elfogyni. Hát ez nem teljesen olyan, mint amilyennek elképzeltem, mivel nem gondoltam, hogy ilyen holografikus, vagy nem tudom milyen színe van. A csillagjegyes képek miatt, meg itt lent a Halloween-es téma miatt vettem meg, most ezekkel a hangjegyekkel, meg Christmas, meg kis gyémántocska, meg korona, hát annyira ez nem az én világom. Mindegy, szerintem keresek olyan csoportot, ahol majd tudok cserebelélni, mert nem akarok olyanokat őrizgetni, amiket nem tudok felhasználni, de kidobni meg nem akarom, mert nyilván ezek tök jók. Aztán ilyen leveles témák, más jellegű leveles témák, és csillagjegyek, csillagok, csillagképek, holdacskák, mindenféle, és fejjel lefele tartom, de vagy lehet, hogy nem. Jaj! A lényeg azért nagyjából látszik, bár most már egyre furábbak a fények, ahogy megy le a nap. Ezt még nem bontottam ki, úgyhogy most megteszem. Nem fókuszál bele, és olyan, mint hogyha egy adag csillámpor. Ja jó, mint a glitter lenne, de nem. Ilyen nagyon apró kis formák, ilyen csillagjegyes jellegű, ilyen holdak, csillagok, meg ilyesmi, de nagyon apró. Ezt nem is szedem most ki, mert nehogy kihulljon, és ha véletlenül nem sikerül felporszívózni, akkor nehogy a macskáknak valami problémát okozzon. Hú, ezzel majd nagyon óvatosan kell bánni, nyilván ezt is ilyen beleragasztós, most ott pont látszik fönt. Aha. Tehát ezt is ilyen beleragasztós jelleggel gondoltam. El tudom azt is képzelni, hogy jó alaposan végigragasztózok egy oldalt, ezt ráhintem, és végigmegyek rajta mondjuk ilyen, nem tudom, dekupás ragasztóval, vagy ilyesmi. Na jó, akkor erre még majd visszatérek. Végül, de nem utolsó sorban vettem ilyen washi tépeket is, ezek ilyen dekor ragasztók. Ilyen feketét választottam, ami fehér kockás, hát alapvetően, ahogy gondolhatjátok, ez a fekete, barna, fáradt rózsaszín, sötét olajzöld, szürke, tehát hogy ilyen színvilágban, esetleg sötét mustársága, ilyesmi színvilágban gondolkodok, ilyesmi dolgokat szeretnék majd összeállítani. Nyilván nem tudom előre, mivel ezek ilyen tök random dolgok, hogy majd éppen mihez lesz kedve, vagy mit szeretnék kifejezni ezekkel. Egyelőre ezeket vettem, nyilván abból tudok dolgozni, amin van. Nem gondolom, hogy egy extra dárkos, kifejezetten kizárólag gót dolgot fogok én majd itt alkotni, hanem inkább majd, ahogy éppen amihez lesz kedvem. Úgy is látni fogjátok, hogyha majd odáig jutunk, úgyhogy igazából többet erről nem is tartok érdemesnek beszélni. De szépek ezek, örülök ezeknek. Tudom, hogy nem kifejezetten dárkosak, viszont az én ízlésvilágomba abszolút belepasszolnak. Szóval ezek voltak, amiket rendeltünk, nem tervezek rendelni a közeljövőben, mivel úgy érzem, hogy most bőségesen el vagyunk látva minden jóval, nem is igazán van így eszemben, hogy valamire szükség lenne, vagy amire szükség van, azt ne lehetne beszerezni így Sopronban, vagy nem tudom, esetleg így Ausztriából, úgyhogy különösebben nincs nagy tervben semmi. Összességében elégedett vagyok, de azért voltak olyan dolgok, amikkel
amikkel nem vagyok teljesen elégedett, és hogyha tudtam volna, ha élőben láttam volna ezeket a cuccokat, akkor nem biztos, hogy megvásároltam volna őket. Nyilván ennyi pénzért nem számítottam arra, hogy tökéletes, csúcsminőségű extra árukat fogok kapni, de hát azért a valami nem teljesen olyan, mint ami ennek elképzeli az ember a leírás és a fotók alapján, akkor azért ez mindig egy kicsit olyan nem jó szájízt hagy az emberben maga után. Nem tántorított el a későbbi rendelésektől, szóval nem történt nagy baj. Köszönöm szépen, hogy végignéztetek ezt a videót, ha szeretnétek hasonló videókat látni, vagy bármiféle tartalmat tőlem, akkor iratkozzatok föl, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!